S honnan lesz? A szeretet olyan, mint egy fa. A szeretetben az a különleges, hogy mindig egyre nagyobb lesz. Ha szeretsz valamit, vagy valakit, akivel együtt vagy, az írtó nagy boldogság. Legszívesebben táncra perdülnél, dalolnál, és olyan magasra másznál, amilyen magasra csak tudsz, hogy világgá kürtöld a szeretetedet. A szeretet egy kicsit olyan, mint egy fa, mint a saját, különbejáratú varázsfád, amire ha felmászol, és kényelmesen elhelyezkedsz az ágai között, onnan nézheted a világot. Akár csak fából, szeretetből is sokféle van. Vannak dolgok, amiket szerethetsz. Szeretheted a fagyit, meg a spagettit, a könyveidet, vagy a játékaidat. Szeretheted a barátaidat, az osztálytársaidat, vagy azokat, akikkel együtt sportolsz. Két felnőtt is szeretheti egymást. Például, amikor össze akarnak költözni, és együtt akarják leélni az életüket. Szeretheted a családodat, az anyukádat, meg az apukádat. És szeretheted a testvéreidet is. Akár csak egy fa, a szeretet néha egyre nagyobb és nagyobb lesz. Ahogy ott ülsz a kedvenc kuckódban, a gyönyörű fád ágán, ha érkezik valaki, őt is hellyel tudod kínálni a fán. Akármilyen sokat adsz valakinek a szeretetedből, mindig marad belőle elég, hogy másokat is szerethess.